egészség tudománya az Ájurvéda, a belső béke és harmónia elérésének módszere a jóga, illetve kutatás a létezés értelme után a valódi önmegvalósítás. Arra kérem akkor önöket, hogy akinek kérdése van, az kész feltevéssel jelezze pillanat. Köszönöm szépen. Az a tiszteletteljes kérdésem, hogy a nagykövet úr is, miközben az emberi testről beszélt, csak két szintet mondott, a fizikai, a materiális és a lelki. És én a tanulmányainkból, olvasásélményeinkből úgy tudom, hogy van egy harmadik, a szellemi szint is. Ez az egyik. Meg volt szó, a doktor úr beszélt a táplálkozással és a táplálkozás egészségügyről, és ott is a tápláléknak csak az anyagi mi voltát és az energiáról beszélt, hogy a szőzések, a különböző konyhatechnikai macerákkal hogy tudjuk tönkretenni, de én úgy tudom, hogy van egy információs szintje is a tápláléknak, erről nem hallottam. Köszönöm. Kérdést a doktor úrhoz, vagy akkor a doktor úrhoz, számomra, amit a nagykövet úr elmondott, azokban teljesen benne volt ez a három szint, hiszen igazából ez a fordítása nem jött annyira ki. Volt egy fizikai oldal, és volt egy spirituális szellemi oldal, ami nagy része a lélek. De ő ezt ugye erről nem beszélt részletesen, tehát én akkor mondom, hogy ez így beleilleszthető. Ami az információs hátteret illeti, azzal én teljesen azonosulni tudok úgy szintén. Én arról beszéltem, hogy az élő anyag az mennyire fontos. Az élő anyag az ugye egy nagyon nagy mennyiségű információ azáltal, hogy bonyolult biokémiai kódokat tartalmaz a szervezetünk számára. Csináltak olyan kísérleteket, hogy állatokat etettek friss takarmánnyal, majd azt a takarmányt elemezték, és az elemzésnek megfelelő mennyiségben, arányban összerakták a különböző elemeket, amiből a takarmány áll, és azt adták a másik kontrollcsoportnak. És hát nem szépek ezek az állatkísérletek, de ezek az állatok elpusztultak rövid időn belül. Bár ugyanazt az anyagot kapták, ugyanazt az anyag mennyiséget kapták mindenből, ami ugye azt mutatja, hogy azon túl, hogy vannak elemei a tápláléknak, azon túl van egy szerkezete, egy energiája, információja is, és ebben több az élő anyag, és ezért mondjuk azt ugye, hogy élő élelmiszert kell fogyasztani, mert az a szatmikus. Minden, ami már döglött, ami már több órája lett főzve, ami megfogyasztottak, finomítottak és megpucolták, és már hónapok óta ott áll a polcokon, liszt formájában például, vagy hasonló, hogy a maga az megtartja az energiáját, az információját, de amikor megőrlik, akkor onnantól kezdve folyamatosan veszíti, és hogyha az ott áll már egy fél év óta a élelmiszer volt polcán, akkor már nem sok alkalom maradt, csak salak. Úgyhogy mindenképpen arra van szükség, hogy jó élő információkat kapjon a szervezetünk, és ez az információs háttér, hogy ez a biológiai medicinának, a természetes gyógymódoknak és az ajurvédának is az egyik átterülő. Eszembe jutott az a kapcsolatban, amit doktor úr mondott, hogy hát a transzcendentalista hagyományokban élő emberek, önmegvalósítást gyakorló emberek nagyon nagyon odafigyelnek arra, nem csak arra figyelnek, hogy mit esznek, hanem hogy az az étel, amit esznek, hogy ezt kifőzik. Ha már itt az információ tartalomról van szó, mert
hinduizmusban és védikusban beszél erről, hogy amikor valaki elkészít egy ételt, az ő saját tudata belekerül abba az ételbe. Ennek egy nagyon érdekes saját tapasztalat, nem én tapasztaltam, egyik ismerősöm számolt be arról, hogy egyébként nem szokott csak saját maga által, meg a felesége által főzött ételt megenni, meg maximum van néhány kivételes konyha, aminek a főzték megeszik. És egyszer az élet rákényszerítette arra, hogy megegyen egy olyan ételt, amit nem ilyen úton járó személy főzött, és az a személy előtte, a főzés előtt éppen egy meccset nézett, valami bajnoki meccset, vagy valami Fradi meccset. És miután megette az illető az ennivalót, akkor de nem is gondolkozott erről, hogy ő aznap éjszaka, amik soha életében nem álmodott foci meccsről, de aznap életében foci meccsről álmodott. Nem is szokott tévében, nincs is tévéje az illetőnek, nem is szokott foci meccsre se járni, se nézni a televízióba. Szóval, hogy ez ilyen szinten is működik az információ táplálékban. Jó, hogy nem foci nőtt a hasa. Több válaszom is. Az előadásomból kitűnt az, hogy mindannyian transzcendentális lelkek vagyunk. Ez azt jelenti, hogy potenciálisan nincsen kevesebb képességed arra, hogy ezeket megállt, mint nekünk. De ha nagyon ragaszkodsz hozzá, akkor ennek a legjobb módja az, hogyha, hát most nem tudom, szerintem módszerekben nem fogok belemenni, de vidd el egy szent helyre őket, kérd az Urat, hogy áldja meg, és higgyél abban, hogy ez meg is történik. Én erre akartam kiütni, pontosan. Pontos dolog, ezek a dolgok nem, ezek igazán lelki transzcendentális dolgok nem függnek anyagi körülményektől. Ha őszinte vagy, és tényleg ezt szeretnéd, és nem van a hitet hozzá, akkor ugyanazt az eredményt el tudod élni, mint bármelyiket. Kapcsolódnék a sport vonatkozáshoz. Amikor az európai ember azt mondja egy mérkőzésen, hogy a vesztett állásból a csapatnak volt lelki ereje megfordítani a mérkőzést, az ugyanaz a lélek, amiről beszél a nyugati ember, mint a keleti filozófia, vagy sem? Nem. Tudnélik, ugye itt Medve Gergely kollégám pont ő beszélt erről a dologról, hogy ugye ez a fajta beállítottság, ez egy pszichés beállítottság, amikor is képesek vagyunk önmagunkat nyerő pozícióba, egy elég komoly motivációval nyerő pozícióba hozni. Történetesen az, hogy nyerni szeretnék, annak mindig van valami haszna, akár a hírnék, akár a pénz sorolhatnám tovább. Itt akkor hirtelen az anyagi elme és az anyagi intelligencia gyorsan megmutatja egymással, hogy figyelj komán, össze kéne szednünk magunkat, mert ha nem, akkor ennek a sok embernek, mondjuk a fociról van ennek a 11-nek, nem lesz annyi lehetősége kielégíteni az érzékeket, amelyekkel aztán mi is jól járunk. Tehát itt egy komoly anyagi érdektől az elmés az intelligencia megvitatja. Ugye itt mutattuk azt, hogy ez a kettő az, ami koordinálja az érzékszerveket, és egy ilyen komoly motiváció képes egy ember nem természet fölötti, de sokszor a korlátaim túli teljesítésre inspirálni. Lehet, hogy rosszul használom. Így van. Sajnos a nyugati világban, főleg az ezoterikus piac megjelenése óta ez a szellem, a lélek, az éteri test, ezek a fogalmak sokféleképpen vannak definiálva, igazából senki nem tudja, hogy melyik.
és ez a szó, hogy lélek, az főleg a nyugati kultúrában elsősorban a pszichét jelent. Itt, amikor azt mondjuk, hogy lélek, az az átma, az önmagunk legbelső élő személyiséggel és transzcendens tulajdonságokkal rendelkező belső magja, mi vagyunk valójában. Én is Dr. Tóth Somhal László előadása alkalmából szeretnék kérdezni valamit. Kicsit részletesebben kifejteni, mondta, hogy hogyan lehet a lelket bizonyítani. Tehát, hogy a léleknek vannak három olyan tulajdonsága, az örökké valóság, a végtelen tudás és a végtelen boldogságban való létezés. És az, hogy az emberek még ebben a testben is ezt keresik, az örök létet, a tudásszomj és a boldogságot, ez bizonyítja, hogy van lélek. Tehát ha ezt egy kicsit még jobban számomra kifejteni, mert nekem ez még itt valami logikai, valami hiányzik, illetve én fordítva is el tudnám képzelni, tehát hogy az emberek ezeket a tulajdonságokat hajszolják, ezeket tartják maguk számára boldogítónak vagy elérendőnek, és ezért ruházzák fel az általuk feltételezett lelket ezekkel a tulajdonságokkal. Tehát önmagában ez miért bizonyítja, hogy van lélek? Nem ezt mondtam, hogy bizonyítja, ja, hanem az egyik eleme lehet a bizonyításnak, hogyha akarjuk, vagy ezt nem is tudom, hogy ezt a szót használtam, hogy bizonyíték, de hogy megerősíti a létét. Alapvetően a védikus szentírások felfogása az, hogy transzcendentális dolgokat anyagi eszközökkel nem lehet bizonyítani. Következtetni lehet rá általában, mondjuk ez a módszer, amit most alkalmaztam, hogy kis módszer volt, csak egy ilyen kis rádöbbentés, hogy a léleknek, mi magunknak, ugye ha megvannak a tulajdonságai, de valamilyen okból elfelejtettük, vagy valami elfedte, akkor nem is tudunk róla, de valahol a tudatunk mélyén ott van ez a vágy arra, hogy ezt újra megtapasztaljuk. Ez nem csak az örök léttel, a teljes tudással és a boldogsággal van így, hanem még hétköznapi életünkben is, mondjuk egy életen belül is, hogyha valamit a gyerekkorunkban megszoktunk, vagy mondjuk, csak most keresek egy példát, mondjuk valaki megszokta a gyerekkorában azt, hogy miközben az anyukája megöleli, egy puszit nyom a homlokára. És aztán ez az életkörnyezet egy idő után megváltozik, és felnőtté válik, és mondjuk egy párkapcsolatba kerül. Akkor nagyon sanszos, ez egyébként ezek pszichológiai kutatásoknak az eredményei, hogy ez a dolog, amit már évek óta nem kapod meg, egy másik kapcsolatban, partner kapcsolatainak a tömkelegében is ott lehet igényként. Tehát, hogy ez nem egy csavarintás a témának, vagy a szavakkal való játék, hanem pontosan általában a hiányérzet az mindig abból fakad, hogy nekünk már valamink meg volt. És így visszamenve a lélek tulajdonságára, mi azért vágyjuk ezt a boldogságot, mert a lélek eredetileg, eredendően boldog. Azért várjuk az örök létre, mert a lélek örök, de most jelenleg nem tapasztaljuk az örök létet. Miért nem? Tapasztalhatnánk, mert attól, hogy az anyagi világba kerültünk, attól még a lélek örök, de a tudatunk nem azon a szinten mozog. Most azt gondoljuk magunkról, és ez nem csak egy pszichológiai állapot éppen, hogy én ez az anyagi test vagyok, hanem egzisztenciálisan teljesen azonosulunk ezzel a testtel, nem tudjuk elképzelni azt, hogy mi különbek vagyunk ettől az anyagi testtől. És ezért, amikor látjuk, hogy elmúlik vagy leromlik az anyagi testünk, akkor egyszerűen azt gondoljuk magunkról, hogy hát Úristen, hát végünk lesz, véget ér a világ, elpusztulunk, és nem tudunk ezzel mit kezdeni, valahogy meg akarjuk állítani. És aztán van még számos védikus időm, magyaráz egy csomó dolgot, hogy ugyan már ez az anyagi test, most egy kicsit lesarkítva, és nem a védikus terminológiát használni. Javíts ki, már régen foglalkoztam kémiával és biológiával. Szénből, oxigénből, nitrogénből, kémből, meg egy pár más elemből épülő vegyületek halmaza, ami önmagában halott. Szóval mitől mutat ez a halott test életfolyamatokat és tudatot? Mitől tudatos egy halott anyag? És a védikus irodalom magyarázott attól, mert van egy olyan benne rejlő lény, aki a tudatával besugározza ezt. Nem tudom, válaszolni még egyszer. Köszönöm, akik megérkeztek, kedves vendégeink, nyugodtan helyet lehet foglalni, még van itt, hogyha bejönnek, el lehet jönni ezen. És foglaljanak helyet.
közben pedig még egy kérdés merült fel, már is tartok arra mikrofonnal. Közben kérdeznék a Tamosi doktor úrtól, hogy törekszünk a friss ételekre minél jobb minőségű, minél jobb forrásból, hogy a táplálék kiegészítőkről mi a véleménye? Még ha ajurvédikus, szóval, hogy mi a véleménye? Hát tulajdonképpen a mai élet termeli ki a táplálék kiegészítőknek a szükségességét. Ugye sokaknak talán ismert az, hogy a mezőgazdasággal sincs minden rendben, mert a mezőgazdasági módszerek azok olyanok, hogy ugyanazt a növényt vetik minden évben, ugyanarra a területre, ugyanaz a növény ugyanolyan fajta anyagokat szív ki a földből, majd valamiféle műtrágyával pótolják ezeket az anyagokat. Közismert, hogy a műtrágyák döntő többsége magnéziumot például nem tartalmaz. Az a növény, amelyik elvállította a magnéziumot a földből, az magnézium hiányos lesz az ember, amelyik elfogyasztja, az is magnézium hiányos lesz, és ezt nem tudja esetleg már táplálékokkal pótolni az ember, mert maga a növény óriási fontos anyag hiánya rendelkezik. Végeztek Magyarországon is ilyen vizsgálatokat, hogy a mai növényeknek az alkotóanyag tartalma, hasznos anyag tartalma, az 20-tól még az is előfordul, hogy 80%-ig kevesebb, mint mondjuk 20 évvel ezelőtt. Tehát óriási mértékben visszaesett a hasznos anyag tartalma a táplálék növényeinek, csak azért, mert nem megfelelő a mezőgazdasági technika, amit használnak, aminek révén a boltok polcára kerül ez az élelmiszer. És ezeket az anyagokat, amelyek hiányoznak az élelmiszereinkből, ezeket muszáj valahogyan bevinni, és hogyha valaki azért beteg, mert ez az anyag nincsen meg, akkor nincs más lehetőség, mint hogy valami táplálék kiegészítőt szed, amivel ezt pótolja. Mindig jobb olyan táplálék kiegészítőt szedni, amit nem kémiai úton állítanak elő, hanem valami természetes forrásból koncentrálják, tömörítik, kivonják. Sajnos ebben nagyon nagy homály van a társadalomban, hogy akkor mi az, ami jó, mi az, ami nem jó. A gyógyszeripar az előből úgy akarja ezt a dolgot megoldani, hogy azt mondja, hogy mi vagyunk a gyógyszereinkkel, ez a jó, és a többi az mind pusztuljon el. Ezért csinálják az egész szabályzást és mindent, hogy minden nehezebb legyen, amit elmondtam az előadás végén is, hogy a ajurvédikus terményeket nem lehet egyszerűen behozni Európába, mert úgy csinálták meg a szabályzást, hogy ne lehessen. És ugyanez vonatkozik a táplálékkiegészítőkre is. Az Európai Unióban most egy olyan fajta szigorítás van ebben az irányban, hogy semmit nem lehet róla mondani. Bizonyos anyagokat nem is lehet gyártani, forgalmazni. Tehát próbálják ezt a dolgot még szigorúbban beszabályozni, hogy minél kevesebb gyártó, forgalmazó, előállító legyen, amelyik minőségi dolgokat lehetnek. Ugye számunkra, akik természetes gyógymódokkal foglalkozunk, vagy természetes, a világ természetességében, az organikus kapcsolatokban sokkal inkább hiszünk, mint a kémia által előállított dolgokban, azok számára nem ugyanaz az érték, mint amit a kémia vagy a gyógyszeripar felmutat. Például, hogy másra mondjak, egy gyógynövény az nem feltétlenül akkor lesz a legjobb, ha kivonják azt az egyetlen hatóanyagot és tömény formájába beadják a szervezetbe, amelyik a hatásért leginkább felelős. Mert ismerjük azt a hatást, a szinergizmust, aminek az a lényege, hogy sokféle hatóanyag van abban a gyógynövény teában, és ezek a hatóanyagok, ezek hatása összeadódik, majd még amikor egy gyógyszergyár kivonja belőle azt az egy hatóanyagot, akkor ez a hatás, ez az összeadódó hatás, ez elvész. Tehát mi
hiszünk abban, hogy jobb, hogyha a természetesebb formájában kapja meg az ember, míg a gyógyszergyár, ahogy mondtam, az evidenciákban hisz, csak az 5 évente változik. Rövid két gondolatot fűznék hozzá, ezért is jobb a természetes táplálék, hiszen abban van benne az életerő prána. Nem tudom, hogy emlékeztetek-e, vagy emlékeznek rá, hogy amikor mondtam, hogy a prána ott van a földben, vízben, tűzben, levegőben, és hogy a földben van, ez a táplálék által visszünk be. És hogyha ilyen táplálékokat teszünk, akkor tényleg bevisszük. A táplálék kiegészítőben nagy kérdés, hogy benne van-e az életerő vagy sem. És ha nincs benne az életerő, akkor ilyen formán nem táplál. Persze a vitaminok ásványok ott lesznek, az alkotó elemek, még felépítik a testünket, és arra is szükség van, de kell egy energia, egy erő, ami ezeket az alkotó elemeket össze is rakja. Tehát ezért jobb az élő táplálékot fogyasztani. Volt ez válasz? Igen, köszönöm. Akkor én szeretnék kérdezni a jogázással kapcsolatosan, méghozzá azt, hogy beteg ember jogázzon-e, méghozzá gondolok itt azt más után, esetleg egy pránajáma gyakorlat segíti-e, vagy valakinek ilyen tartós betegsége van, hogy segít-e a joga, vagy ha konkrétan akutan lázas állapotban segít-e valamilyen gyakorlat. Köszönöm a kérdést. Beteg emberek is jogázhatnak, hiszen a jogának, ahogy láttuk, nagyon sok életleni hatása van. Többek között ez is az egyik hatás, hogy gyógyít, mert ugye hat a belső szervekre, szervrendszerekre, de fontos azért megjegyezni, hogy vannak esetek, amikor ászanázni, például a testgyakorlatokat nem jó végezni. Amit te mondtál, tehát az akut gyulladások esetén például nem szabad. Ugye akut gyulladás esetén valószínűleg lázis van, van egy ideg, van egy góc, egy gyulladt góc, és nem szabad azt szétvinni a szervezetbe. A mozgás által pedig szétvinnünk. Tehát én akkor mindenképp azt javasoljuk, mikor gyulladás, akut gyulladás, hogy pihenjen, az illető őtörjön, gyógyuljon meg, és amikor meggyógyult, akkor kezdene el gyakorlatokat végezni. Hogyha krónikus betegségekről van szó, mondjuk itt is lehetne. Tehát konkretizálni kellene, mert a legtöbb krónikus betegség miatt amúgy lehet ászanázni. Csak mondok egy példát, tegyük föl, elesik valaki, beüti a térdét, jön egy duzzanat, ugye ez egy akut gyulladás, akkor nem jó ászanázni, hiszen csak rosszabb lesz a helyzet. De hogyha van egy csöküzeleti gyulladással, ugye ez egy krónikus gyulladás, és pont nincsen a heveny szakaszában, akkor meg jót tesz a mozgás neki. Tehát vannak esetek, amikor lehet, van, amikor nem. Ez így válasz volt? Köszönöm. Szabad egy-két mondattal kiegészíteni még esetleg az én oldalamról, az orvosi oldalról. Nagyon sok betegemet gyógyáztatok. Ez azt jelenti, hogy valamiféle alap kurzusra elküldöm, ahol legalább a joga alapvetéseit megismerik, hogy milyen a végzőgyakorlat, vannak tartások, ott az a jó, hogyha az ember azt felveszi és azt kitartja, és hogy fokozatosan szabad előre haladni. Tehát ilyen dolgokat, amire ott a praxisban nincsen a időm elmagyarázni, de néha megteszem ezt is, és össze szoktam állítani egy gyakorlatsort a beteg embereknek, és ezt a gyakorlatsort elkezdik előhozzá gyakorolni. Nyilván minden betegségnek megvan a maga algoritmusa, hogy milyen irányban, milyen gyakorlatokat érdemes csinálni. Hogyha valakinek hasi problémái vannak, ami nagyon gyakori manapság, emésztőrendszeri bajai, akkor nyilván bizonyos légzőgyakorlatok, bizonyos hasi terület nyomását fokozó és csökkentő gyakorlatok jönnek szóba. Aztán a másik nagyon gyakori terület ugye a hátfájósok, akik nagyon sokan vannak, például a Tirtirolban, ahol dolgozom legtöbbet. És a hátfájás esetén is rendkívül fontos, hogy az izomzatot egyrészt erősítse, másrészt a csigolyák mozgását felszabadítsa, illetve bizonyos rossz tartásokat korrigáljon a joga által. De ugyanígy minden krónikus betegségnél össze lehet állítani egy olyan gyakorlatsort, amit végeztet. Tehát nem, hogy szabad, hanem kellene egy gyakorlatokat csinálni, csak nem mindegy, hogy mit csinálok. Köszönöm. Köszönöm. És még ehhez szeretném
megkérdezni, hogy van egy olyan krónikus betegség, a magas vérnyomás, és azok is, akik szedleggyógyszert esetleg hajlamosak arra, hogy hirtelen kiugorjon a vérnyomásuk, azoknak ki kell hagyni végérvényesen bizonyos fordított testhelyzet gyakorlatokat, ez az egyik kérdés. A másik pedig, hogy van-e valami olyan ászana, ami ha aktuálisan magas a vérnyomás, hirtelen 180-190, akkor amit az, van-e olyan gyakorlat, ami hirtelen levinné vagy segítene? Végeztek sokfelé ilyen kísérleteket, de a legtöbbet Indiában bizonyos joga intézményekben, és a légzéseknek a hatását vizsgálták, és azt tapasztalták, hogy egy-egy légzés sor, egy-egy légző gyakorlat sor akár 20-30 mm-rel akutan azon nyomban le tudja vinni a vérnyomást. Tehát például a légzőgyakorlatoknak a rendszeres végzése az biztos, hogy jó hatású a magas vérnyomásnál. Fordított testhelyzetet azt nem szabadna csinálnia. Megválaszolta a doktor. Hát igen, a légzőgyakorlatoknak segíteni fordított testhelyzet kizárt, és nagyon sok esetben vannak ászanák, amit másképp kell felvenni. Tehát nem mindegyiket lehet ugyanunk. Ilyenkor szoktuk a nyomást csökkenteni. Két kérdésem lenne, az egyik említette az Európai Uniónak a jogalkotását, hogy mennyire akadályozzák a természetes módszereknek, a természetes gyógynövény alapú gyógyszereknek, illetve az ajurvédának az európai terjesztését. Azt szeretném megkérdezni, hogy ez ellen, van-e egy ellenlobbi, tehát hogy van-e összefogás annak érdekében, hogy ez nem maradjon így, illetve hogy ha az európai emberek a harmadik utat sem képesek járni, akkor hogyan is juthatnának az ötödik utra, vagy az ötödik szintre? Igen, van ilyen lobby tevékenység. Igazából két év óta az indiai kormány szervezi. Van egy úgynevezett ajurvéda propagálásáról szóló ilyen laza közösség, akiket így rendszeresen összehívnak, meg konferenciákat van meg egyre több most már. Én magam is több ilyenen részt vettem, és arról szólt az egész, hogy valami módon felhívni a politikusok figyelmét, és kellő információkkal ellátni, hogy ezen a jogszabályon változtassanak, míg a megjelenés előtt. Sajnos a megjelenést azt nem tudták elkerülni már, tehát a jogszabály ez megjelent. És most az egyetlen esély szerintem az az, hogyha ez a mozgalom ez tovább erősödik. Az indiaiak egy kicsit később ébredtek, mint a kínaiak. A kínai medicinát az sokkal jobban elfogadták, sokkal több minden, több ponton van legalizálva a világban és az európai térségben is. De a gyógynövényekkel hasonló a problémájuk nekik is. És szerintem az egyetlen lehetőség az az, hogyha ez a mozgalom ez erősödik tovább, és a politika kényszeríti ki a változtatást. Tehát ugye látjuk azt, hogy az európai gazdaságnak egy fontos húzóereje vagy megkecsegtetett cél az, hogy a távol-keleti nagy lélekszámú országoknak a piacait megszerezze, és nyilván ez egy fegyver is a másik oldalon. Azt gondolom, hogyha az indiai politikusok jól sápárkodnak, akkor, és olyan helyzetbe kerülnek, akkor biztos, hogy ilyen irányba fognak tudni nyomást gyakorolni, és mivel mondom, a maga a kormány szervezi, tehát van egy intézménye, amelyik ezzel foglalkozik, hogy az indiai gyógyászatnak a világméretű elterjesztését elősegítsen. Nyilván nem lehetetlen eszközökkel, hanem információkkal és tudásoknak terjesztésével. Ezért erre van esély, tehát hogy maga
az indiai politika fogja kikényszeríteni, akkor, hogyha valaki bejelenti igényét az indiai piacra, fogja kikényszeríteni azt, hogy előbb-utóbb ezt vagy eltöröljék, vagy ezen változtassanak, mert ez nyilvánvalóan tarthatatlan és nem normális állapot. Mind a három utat járjuk, mert itt a manumájakós, amire utalsz, harmadik szint, az nem azt jelenti, hogy helyesen gondolkodunk, hogyha erre utaltál, hogy tudunk helyesen gondolkodni, hanem azt, hogy pontosan különböző emberbeli spekulációkkal, gondolatokkal azonosítjuk magunkat. Hát az, hogy hogyan lépünk tovább, erre két módon lehet válaszolni, vagy két módon lehet tovább lépni, az egyik mondja azt, hogy valaki intelligenciával kikövetkezteti jövőjét, ami van a három önazonosítási szinten túl, és akkor próbál tovább lépni, ez a ritkább dolog. Vagy a másik az, hogy mindenki tud, hogy vannak olyan írások, vannak olyan transzcendentalista irányzatok, amelyek egyébként már több ezer év óta ezzel foglalkoznak, és akkor legalább egy nyitottságot kifejlesztünk arra, hogy érdeklődjünk ezekről. És akkor még akkor is tovább lehet lépni, hogyha valakinek a más szintű élet történései, gondolkodása is teljesen rendben. Ez igazából azért csodálatos, mert független mindentől. Tehát függetlenül attól, hogy van itt indul valaki, ha rögtön elkezd a hiteles módszerrel transzcendensre érdeklődni, akkor ez a módszer, ez a gyakorlat, az nagyon-nagyon gyorsan, automatikusan transzcendentális szintű tudom mondani bárki. A kitartás kell hozzá, és lelkesedés. Nem tudom, válaszoltam a kérdésre. Köszönöm a kérdésre. Köszönöm ismét, szeretném megkérni azokat a kedves vendégeket, akik kezdenek most már eltorlódni a bejáratnál, hogy még a szabad székeket foglalják el, és akkor többen is be fognak tudni jönni a terembe, illetve ők is kényelmesen fognak tudni hallgatni az előadást. Van-e valakinek még kérdése az előadókhoz? Azt szeretném kérdezni a testtartáshoz kapcsolódóan, hogyha kemény földön alszik valaki, folyamatosan, az egészséges-e, vagy van valami káros hatása. Tehát nem akár a sima, normál földön, vagy most akkor legyen a példa inkább az, hogy padló, de nem beton, hanem ilyen mondjuk hagyományos, tehát párhagás, tehát padló. Illetve hát gyakrotakaró. Tehát két szempont van, aminek a találkozásánál kell megtalálni ennek a kérdésnek a válaszát. Tehát az egyik szempont az, hogy éljünk minél egyszerűbben, és nincs feltétlenül szükség vízágyra, meg hasonlókra ahhoz, hogy az ember rendkívül drága álló szobára, hogy az ember jól pihenjen. A másik szempont pedig az, hogy az alvás, az arra való, hogy pihenés múlson a test minden funkciójának az éjszaka során, tehát úgy tudjunk ébredni, hogy a test kipihente magát, és újra kész arra, hogy egy egész napot aktív legyen. Ha valaki nem tud kellően pihenni egy vékony gyékény matracon való alvással, vagy ez a körülmény, ez hideg és megfázik, vagy mondjuk van egy olyan sérülése a csontozatán, amit nem teszi lehetővé, hogy kényelmesen tudjon aludni. Vagy mondjuk nagyon sovány,
és állandóan a csont végek lesznek mennyóban, akkor, amikor megszik. Tehát vannak emberek, akiknek ez a dolog ez nem jó. Lehet, hogy van olyan, akinek megfelelő. Valahol a kettő találkozását kell megkeresni. Tehát az a minimális komfort, ami szükséges ahhoz, hogy az ember pihentető nyugalomban tudjon aludni, ez fontos. Nyilván élettanulnak is egy olyan fajta berendezkedés kell, hogy neked ne legyen torzulása a gerincen, mondjuk, hogy ne húzódjanak meg az izmok éjszaka. Ugye sokan hibás párnákkal alszanak. Van, aki túl magasra teszi a párnát, és akkor ilyen kényszertartással alszik. Ha fordul egyet, akkor aztán még inkább. Mások viszont mondjuk túl lapos párnán alszanak, vagy nem jó helyre kerül a párna. Tehát ugye az optimális az, hogyha az ember az oldalán fekszik, akkor is kiegyensúlyozza, és nem csuklik le a feje, hanem egy viszonylag egyenes gerinctartás megmarad. Tehát ezeket a szempontokat kell összekombinálni egyénileg. Ezt nem lehet azt mondani, hogy na itt ez a matrac, és akkor aludjon mindenki ezen, mert ez az egészséges. Az egyéni alkatnak, előzményeknek, betegségelőzményeknek, alvási szokásoknak, illetve alvó képességnek, mert ugye az is különböző, van, aki könnyebben elalszik, könnyebben, mélyebben tud aludni, és van, aki eleve felületesebben alszik. Mondjuk egy vata típusú sokkal felületesebben alszik, még egy kafa lehet, hogy a karosszékben is kész, mint akit nagyon csaptak. Tehát ezeket egyénileg kell kititrálni, hogy kinek mi az, ami a megfelelő. Minden esetre az biztos, hogy nem az a helyes, hogy rendkívül puha, drága matracokon aludjon az ember, mert csak úgy lehet jól pihenni. Ez biztos, hogy nem. És az sem, hogy az ember fölfázzon, vagy megbetegedjen az alvási puritanizmusától. Megengedtek egy kis viccet, csak éppen eszembe jutott, nem a témához tartozik, csak egy picit. Katona volt, egy katonatársam, aki raktáros volt, és raktárban aludt úgy, hogy két széket összefordított, és azon aludt, de úgy, hogy a lábai az égnek álltak, hason. Letöltöttek az egyéb katonaidőt, együtt mentünk egyetemre, és egy szobában laktunk, és az egy év ilyen alvás után képtelen volt elaludni úgy, hogy nem hason, és égnek álló lábakkal aludt. Tehát utána három éven keresztül folyamatosan égnek állt a lába, és úgy jöttek. Szóval, bocsánat, csak egy kis mellékzőmű. Szabad-e jogázni beteg embernek? Saját élményemet mesélem el. Nem tudom, hogy az ideálban is cikkezett a Kapovári doktor úr ismerőse, a neve belgyógyász pszichiáter volt, és ilyen szorongásos, túlzott, stresszes állapotban kezelt engem személyesen jogával. Mégpedig olyan módon, hogy egy ilyen segített autogén tréning állapotába jutva, meditációval, pozitív gondolatokat a stressz ellenes, tehát a lelki béke érdekében pozitív gondolatokat sugalt, amikor már eljutottam egy bizonyos latúrcsári szintig. Nagyon sokan jártak hozzá, azt tudom, és én is azt mondhatom, hogy hatékonyan gyógyított, de hogy minden nagyon hamar meghalt, és nem tudom, hogy ennek az iránynak van-e folytatása. Sajnos nagyon kevesen végeznek
jó terápiás jóga kezeléseket. Azt tudom, hogy Nyugat-Európában van ilyen képzés is, nyugat-európaiakat képeznek. Ez megfelelő egészségügyi szakismereteket is oktatnak hozzá. Ide haza szerintem nem tudok róla, hogy lenne ilyen. Ilyen elvétve mindig van itt egy jó jogaterapeuta, de én most kerültem is rá. Talán ami a joga nidra, ami esetleg a segítség az a vonal. Én ezt szankalpának nevezik, amikor egyfajta ilyen meditatív, relaxált állapotban pozitív énközléseket alkalmaznak. Hát én most így hirtelen két helyről is tudok, ahol ezzel foglalkoznak, és talán tanítják, és a Debreceni Jóga Egyesület, Zoltán Miklósnak a vezetésével, a másik meg a Veszprémben a Magyar Jóga Társaságnak, ott van egy központja, a Sárenc Jóga Csomboré, hogy ők foglalkoznak még hasonló dolgokkal. Ami, hogy ez még a magyar jóga életben is egy eléggé kezdetleges állapotban lévő terület, és nem sokan foglalkoznak vele. Három rövid kérdésem lenne, a választ nem tudom, hogy belefér-e. Az egyik, az előbb említette, hogy az indiai gyógyászat a kínaihoz képest nincs annyira elterjedve. Van-e az indiai gyógyászatnak olyan fajsúlya a gyógyításban, mint a kínainak? Én laikus vagyok, de ez érdekelne. A másik kérdésem az lenne, hogy van-e lehetőség kérdezni személyes beteg, tehát személyesen föltenni kérdést majd a beszélgetés után konkrét betegséggel kapcsolatban. És a harmadik pedig az lenne, hogy egy gondolat, hogy az erőszakmentesség az nem egyenlő a közömbösséggel, hogy az indiai filozófiáról, vallásokról tudjuk, hogy azok ugye az erőszakmentességet egy fontos alapelvnek tartják. Van-e az erőszakmentességnek valamiféle tere a mai nagyon is erőszakos társadalmi közéletünkben? Tehát van ennek valami mozgalom, vagy nem tudom, mert gondolatébresztő szerepe van? Az elejét kezdem. Én az ajurvéda elterjedtségével és a kínai medicina elterjedtségével kapcsolatban nem azt mondtam, hogy a kínai jobban elterjedt a világban, hiszen talán emlékeznek az előadáson, mutattam is a világtérképet, hogy a kínai az egy kisebb területen van, mint az ajurvédikus gyógyászat. Nem, hanem én arról beszéltem, hogy a kínaiak többet tettek, többet lobbiztak azért, hogy elfogadott legyen a kínai medicina egy-egy országban. Tehát a kínai medicina az sokkal inkább legalizálódott az elmúlt évtizedekben, mint az indiai medicina. Egyrészt később kezdett elterjedni, másrészt később is ébredt fel a politika, hogy ezért tenni kell. A másik kérdés, én rossz vagyok ebben, hogy is jöttek egymás után a kérdések, mi volt a második? Ja igen, persze, valahol kell jelentkezni. Nincs hely, akkor majd szorítunk. És akkor mi volt a harmadik? Ja, igen. Hát én a magam oldaláról ezt majd nyilván a produkcióban meg tudják világítani. A magam oldaláról azt tudom mondani, hogy az utóbbi időben olyan diétát fejlesztettem ki magam. Hát semmi új nincsen benne, de mégiscsak új, mert hogy így nem lehet róla olvasni, hogy nem használják a mai korszerű dietetikában, de azt tudom, hogy az az étkezés, ami tapasztalatból, az az étkezés, ami erőszakmentesen előállított élelmiszereket tartalmaz, annak gyógyító hatása van. Sajnos a tejtermékek ugye nem erőszakmentesen, a hús végképp nem erőszakmentesen jön létre,
És azt kell mondjam, hogy ennek a mezőgazdasági kultúrának köszönhetően, ez az erőltetett gabonatermelésnek köszönhetően sajnos gabonáknál is van probléma. Úgyhogy én azt tudom mondani, hogy a minden, ami erőszakmentes, az jót tesz az ember egészségének, és ennek van kultúrája, igen. Interneten, hogyha valaki fölmegy, akkor elég sok oldalt lehet találni, ahol az erőszakmentes étkezésről, tehát a kristnásoktól függetlenül is ilyenfajta étkezésről van szó, ilyenfajta kultúráról, ilyenfajta életmódról. Tehát van szerepe, van lehetősége. Nyilván én annak a híve vagyok, hogy nem politikusok kell ezeket az intézkedéseket meghozzák, hanem alulról kell építkezni, minél inkább terjeszteni kell ezeknek az értékét, az értelmét, és akkor majd fokozatosan alakul át a társadalom is, mert addig, amíg a társadalom nem érti, hogy miért jó erőszakmentesen élni, addig úgyis ugyanazokat a politikusokat fogja megválasztani, akik abból a tudati szintből, közegből származnak, mint a társadalom egészen. A védikus irodalom magyarázza, hogy ugye ez az erőszakmentesség fogalma, ez egy kardinális kérdés, nem csak a hétköznapi életben, a megfelelő emberi élethez, nem csak ehhez szükséges, hanem az önmegvalósításhoz is egy elsődleges tényező, amikor Patanjalinak a Yoga Sutráját, hogyha valaki hallott róla és olvassa, és a jogik számára felsorolt 10 alapelvet, amit egy joginak követnie kell, az első dolog, amit felsorol, meg említ, az Ahimsa elve. Ez 3 szinten valósítható meg, és 2 dimenzióban. 3 szint, amiről már beszéltünk, a durva fizikai testnek a szintje, amiben beletartozik az, hogy se a saját testünket nem részesítjük erőszakban, itt most megfelelő táplálkozásra gondolok, a szenvedélybetegséget, vagy szenvedélyektől való mentességet, és sorolhatnám tovább, és mások testét sem bántjuk erőszakos módon. Ezt azt mondom, hogy ez teljesen világos, mit jelent. A második szintje ennek az erőszakmentességnek, ami szellemi, mentális, érzelmi szinten zajlik, hogy képesek vagyunk másokkal szépen bánni. Kedvesen, így mondják a sászák, kedvesen, jó akarulóan szólni másokhoz. Nem megbántani, nem csak fizikailag, hanem érzelmileg sem másokat. És ez ugyanúgy saját magunkat, és másokat sem. Tehát másokat is védünk ettől. És hát lelki szintű erőszakmentesség az azt jelenti, hogy se saját magamat, se másokat nem akadályozom meg a lelki fejlődésben. És én azt gondolom, csatlakoznék Jasomati doktor úrnak a mondani valójához, hogy ez ott kezdődik, egy társadalom akkor fog megváltozni, hogyha az egyén megváltozik. Szóval, ha most itt, aki hazamegy inni terve az előadásra, és mindenki elhatározza mai naptól kezdve, hogy oké, istenként, vagy barátom, vagy akárki megszólítunk, hogy a mai naptól kezdve próbálok erőszakmentes életet élni. Nem bántok másokat, nem bántom magamat, nem bántom magamat. Próbálok, ugye alapvetően Vigyusidon javasolja, az alaperőszak nélküliségnek az első esete, vagy az első tétele az, hogy az ember megpróbál a lehető legkevesebb erőszakkal előállítható táplálékot fogyasztani. Hogy ez egyenes út a vegetáriánizmushoz. És sorolhatnánk tovább, tehát sok dimenziója van. Itt a kérdés az az, hogy a saját életünkben itt alkalmazunk el. Én garantálom, hogyha ezt mindenki átgondolja, és ez mondjuk egy mozgalomként elterjedne a világban, erre van már igazából kezdeményezés, akkor nagyon-nagyon hamar az egész világ is meg tudna változni. Köszönöm szépen a válaszokat. Még egy utolsó kérdésre van lehetőség. Fehér Pólóban, hogyha vagy jelent. Kicsit tovább ment a téma, én csak azt akartam mondani, nem, hogy van egy olyan irányzat, ez a savaja joga, amelyik ezt az összugesziót megcsinálja, ami a szorongás ellen egyik terápia. Tessék a mikrofonba beszélni. Tehát van egy olyan joga irányzat, hogy hívják, hogy savaja joga, vagy spontán joga, amelyik pont ezt csinálja, mint az autogén tréning, hogy egy önszugesziót összeépít a meditációval. És ezzel sok ember kívül.
Köszönöm szépen. Még akkor egy utolsó kérdésre van lehetőség. A vegetáriánizmussal kapcsolatban, hogy akkor én mikor teszek jót a közel 2 éves kisfiammal, hogyha adok neki húst, vagy hogyha nem. Azt nem mondtam az előadásom, hogy nekem van 6 gyerekem. Minden 6 vegetárius módon nőtt fel, azt jelenti, hogy soha nem kaptak gyerekkorban húst. Most sajnos van egy tekkel, amelyik eszik húst, de nem arra van berendezkedve, hanem inkább ilyen. Nem törődik vele, és az egyetem alatt húst is eszik. De a semmiből korig igazából egyik sem nevet húst. Ez nem azt jelenti, hogy azért nem kell húst adni, mert az én gyerekeim nem ettek. Nem ezt akarom mondani. Én csak azért mondtam ezt el, hogy van némi saját élményem ezzel kapcsolatban, meg hogy egy ilyen fajta út biztos, hogy létezik. És hát ugye nagyon sokan nőnek fel ma Magyarországon a Kisnapjadató Egyház keretében is gyerekek úgy, hogy nem kapnak húst. És akkor jön a másik oldal, ami a szakember oldaláról. Miért mondja a szakma, a konzervatív orvosi szakma, hogy húsra szüksége van a gyereknek? Egyrészt azért mondja, mert azt mondja, hogy minden aminósavat meg kell kapni a szervezetnek, olyan aminósavakat, amelyek eszenciálisak, vagyis a szervezet nem tudja erre állítani őket. Na de minden aminósav megvan a húsban, a tejtermékekben, a tojásban és a szójában. Meggyőződésem, hogy még van több is, amiben megvan, de a szóját vizsgálták be növények közül, és erről tudjuk, hogy abban megvan, meg a szójának jó a promóciója. A csicseri borsónak kevésbé jó promóciója, szerintem az is teljes értékű, de ezt nem vizsgálták ilyen mértékben. De minden esetre azt jelenti, hogy az összes aminósav ezek mindegyikében benne van. Tehát teljesen értelmetlen azt mondani, hogy együnk azért húst, mert bár kap tejterméket, de hát a húsban megvan minden, nem a tejtermékben is megvan minden. Tehát ha a gyerek kap tejterméket, akkor minden aminósavat megkap. Ha a gyerek tulajdonképpen teoretikusan van egy ötödik módszer is, ez az úgynevezett komplettálás, amikor többféle növény kap együtt, és azzal nem csak azt érik el, ezt is bizonyították ugye tanulmányukban, nem csak azt érik el, hogy kvázi összeadódik, és ebben az van, a magam, az van, és megkapja az összeset, hanem attól, hogy többfélét adnak együtt, többféle növényt, attól jobban hasznosul az a kevés is, ami egyik-egyikben megvan. Tehát javul, nem arányosan, hanem több léptékkel javul felhasználódási rátája ezeknek az aminósavaknak. És a komplettálás ilyen módon szintén jó, természetes. Felnőtt embernek biztos, hogy elegendő, tehát mindent megkap általa. Gyereknél azt mondom, hogy a gyereknek azért szüksége van a tejtermékre. Tehát az a biztos, hogy a tejterméket azért kap, mert akkor megvan minden. Aztán szokták mondani, hogy az aminósav mellett szükség van B12 vitaminra, és a B12 az csak a húsban van. Ez sem igaz. B12 vitamin az benne van növényi anyagokban is, például gabonaféléknek, a teljes eredetű gabonaféléknek a híjában, a csirájában, aztán az úgynevezett természetes módon erjesztett dolgokban, ugye, amit elvileg a tamagonába tartozik, tehát ami minden tartozik oda, hogyha nagyon szigorúan veszik, akkor a krumpli is oda tartozik, meg a föld alatt termő növényi részek, amiket fogyasztunk. Tehát azért nem lehet ezt sem vakon és nagyon szemellenzősen alkalmazni. Például a savanyú káposztában, vagy a japánok által használt mizóban, vagy a kobászos uborkában, vagy a hasonlókban nagyon nagy mennyiségben van például a 12 vitamin.
de már a gabonaféle is képes pótolni a B12 szükségletet. Aztán szokták mondani, hogy vas miatt. A vas az egy pont fordított dolog. Azt mondják, hogy azért tegyen húst a gyerek, mert a vasat nem tudja pótolni a növényekből. Nem, sajnos pont fordítva van, hogyha húst eszik, és kevés növényanyagot eszik hozzá, akkor nem tud hasznosulni az a vas sem, ami a húsban benne van. És az bizonyították ezt is nagy, több ezer fős amerikai mormon populációkon, hogy a vegetáriusoknak nagyobb mértékben szívódik fel a vas, abból a kevésből, mint a húserőknél a sokból. Mert egyszerűen jobb a, ez, amit az előbb mondtam a gyógynövényteáknál, hogy több minden együtt többet ad, mint a kevés egyedül nagy mennyiségben. Hát nagyjából ezt de tudom, hogy az aranyos egyik kollega még délután tart egy előadást, akkor vagy. És ő fog erről beszélni biztosan még több mindent. Köszönjük szépen az előadóknak a kérdésekre adott válaszokat, és akkor tovább megyünk most a konferenciának az anyagával.